A sors csak az akarót vezeti, a nem akarót vonszolja. Az Alamegyei Kórház egyike volt azon kórházaknak, amelyek a 90-es évek elejéig nem rendelkeztek önálló kardiológiai osztállyal, ugyanakkor a megyei kórházhoz tartozó Pózvai telepen kardiológiai rehabilitációs osztály működött dr. Zörényi István vezetésével. A rendszerváltozást követően fiatal, ambíciózus igazgatók kerültek az Alamegyei Kórház élére. Dr. Várszegi József orvosigazgató és Heves István gazdasági igazgató személyében. Figyelembe véve a régió különösen kedvezőtlen kardiovaszkuláris betegségekre vonatkozó statisztikai adatait, valamint a kórházban lezajlott intenzív fejlesztés eredményeként kialakult helyzetet, a menedzser típusú vezetés merész elhatározása volt az, hogy szakmai történelmi előzmények nélkül szívsebészetet telepítsen megyei kórházi struktúrában, ugyanis ezt megelőzően szívsebészet csak orvosegyetemi központokban alakult ki. A betegellátás szempontjából abszolút indokolt döntést az a sajátos körülmény segítette, hogy a budapesti Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem szív- és érsebészeti klinikájának igazgatóját, dr. Papp Lajos szívsebész professzor egyetemi tanárt az egyetem vezetősége jogtalanul leváltotta beosztásából. Politikai és szakmapolitikai háttéralkuk után Mádl Ferenc az akkori oktatási tárca vezetője kezdeményezésével 1994. április-májusában történt kormányváltást követően az új egészségügyi miniszter, dr. Kovács Pál megbízó levelet adott Papp Lajos professzornak, hogy szívsebészeti kardiológiai osztályt szervezzen az Alamegyei Kórházban. Ugyanakkor megindult az önálló kardiológiai osztály szervezése is, amelynek vezetésére 1994. áprilisától Mezei Béla egyetemi docens nyerték meg a Pécsi Orvostudományi Egyetem egyes számú belgyógyászati klinikájáról. Dr. Pálfi Dénes, valamint Varga László volt zalamegyei közgyűlési elnökök, országgyűlési képviselők elévülhetetlen szerepet játszottak az osztály létrehozásában. 1994. augusztus 1-e és október vége között Magyarországon egyedülállóan Papp Lajos professzor és négy orvos munkatársa, dr. Alotti Nasrű, dr. Varga Zsolt, dr. Kecskés Gábor és dr. Bátfai László, valamint a velük együtt Zalaegerszegre áttelepült hat egészségügyi szakasszisztens intenzív elméleti és gyakorlati továbbképzést tart a leendő, mintegy 70 fős orvos és szakdolgozó munkatársaknak. Október 1-től a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetemmel történt megállapodás alapján az osztály az egyetem szívsebészeti tanszékeként kezd működni Papp Lajos professzor vezetésével. A szívsebészeti anesztézia és intenzív terápiás munkacsoportot dr. Varró Margit vezette. A központi műtőblokk 6 műtőegységéből 2 műtőt a szívsebészet rendelkezésére bocsátottak, amellyel egy időben profil átalakítás is történt, az akut sebészeti ellátást és a nem steril műtéti ellátást a központi műtőegységből áthelyezték az épület más részébe. Később a magyar és az zalaegerszegi szívsebészetért kifejtett úttörő munkájuk előtt tisztelegve a kórház vezetősége a két műtőhelyiség egyikének Szabó Zoltán professzor, a másiknak Papp Lajos professzor nevét adta. 1994. november 8-án Papp Lajos professzor és csapata egy nagykanizsai asszonyon elvégzi az első szívműtétet. A panaszokat okozó pitvari sövényén lévő lyukat bezárják. Az év hátralévő napjaiban további 10 sikeres szívműtét történik. Az egyiken Kovács Pál volt népjóléti miniszter is jelen volt. De szeretnék az igen csillag lenni, ott
ott is csak ajna csillaga járni. Éjfél után megkerülném, megkerülném az eget. Ha tudja meg, hogy hazámban kiszeret. De szeretném a szívemet kívánni, virág helyett az asztalra letenni. Hogyha látnád hervadását, hervadását szívemnek, akkor tudnád, édes hazám, szeretlek. A folytatás nem volt könnyű, hiszen a sok ígéret ellenére a Zala megyei kórház a szívsebészet telepítése okán legalább 300 millió forint hiányban szenvedett. A zalai országgyűlési képviselők indítványára és példátlan összefogásuk eredményeként 1995. decemberében az országgyűlés 350 millió forintot szavaz meg a hiányzó műszerek beszerzésére. A szívsebészeti kardiológiai intenzív osztály létrehozására és az önálló hemodinamikai laboratórium létesítésére. 1997. február 17-én működni kezd az önálló hemodinamikai labor dr. Lubkovics Géza vezetésével. 1997. április 1-től az osztály a Pécsi Orvostudományi Egyetem szívsebészeti tanszékeként folytatja tevékenységét. 1997. május 13-án az osztályt Zalaegerszeg Pro Urbe díjával jutalmazzák. Február 19-én túl az első 1000 szívműtéten. 1998. november 1-én az osztály élére kinevezik dr. Alotti Nasrit. 1999. május 20-án az osztály új épületbe költözik. 2000 elejétől az osztály elkezdi a mesterséges, keringés nélküli szívműtétek kiterjesztését. 2000. szeptember 12-én az osztály elvégzi a 2000. szívműtétet. 2001. június 18-án megtörténik az első ICD belső szív defibrillátor beültetése. Ez a tevékenység 2009-től a kardiológiai osztály profiljába kerül. 2002. november 7-e és 9-e között az osztály megrendezi a Magyar Szívsebészeti Társaság 9. kongresszusát. 2004. szeptemberében a világon először élő emberen miokardium pH-mérés történik osztályunkon a dobogó szíven végzett koronária műtétek során. 2005. augusztus 30-a és december 31-e között Magyarországon először endoszkópos technikával mitrális műbillentyű implantáció, mitrális billentyűplasztika, ASD zárás, valamint mixóma szívdaganat eltávolítása történt az osztályon. 2007 nyarától az osztály bevezeti a kéthegyű és az aorta billentyű megőrző műtétek technikáját, amelyet jelenleg rutinszerűen alkalmaz az esetek több mint 90%-ában. 2012. november 8-a és 10-e között az osztály megrendezi a Magyar Szívsebészeti Társaság 19. kongresszusát. Az osztály jelenleg több mint 1 millió 130 ezer lakosú régiónak a felnőttkori szívsebészeti ellátás legmagasabb szintjét biztosítja.
Az utóbbi 15 évben az osztály évente több mint 500 szívműtétet végzett, amelyeknek közel 20%-a sürgősségi alapon történt, kiváló, közvetlen, közép és hosszú távú műtét utáni eredményekkel. Az osztály elvégezte a 10.000. szívműtétet ez év szeptemberében. Az osztályon végrehajtott műtétek közel 35%-ában összetett szívsebészeti beavatkozás történt. Évente néhány esetben más szakmák képviselőivel együtt az osztály szív- és egyéb szervek sebészi ellátását végzi egyszerre. Számos egyedülálló, érdekes és izgalmas műtét történt az elmúlt 20 év során. A képsorok néhányat mutatnak be. Majdnem pontosan 8 évvel ezelőtt Alotti doktor megoperálta tanítómesterét, Pap Lajos professzort. Magas szaktudást és összefogást igénylő eset akad minden nap, de a sok közül talán legemlékezetesebb annak a 26 éves, 14 hetes állapotos anyuka esete, akit sürgősen kellett megoperálni 2009 tavaszán aortabillentyű hevenygyulladása miatt. Nagy volt a tét, két életért kellett megküzdeni. A későbbiekben időre és természetes úton a beteg gyógyultan megszülte egészséges kislányát. Az osztály 15 éves megalakulásának alkalmából az Egészségügyi Minisztérium elismerő oklevelét, valamint Zalaegerszeg megyei jogúváros önkormányzatának és Vas megye önkormányzatának elismerő oklevelét kapta meg. Zalaegerszegen történt tartózkodásuk ideje alatt az osztályt meglátogatta professzor Vizi Elek Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, valamint professzor Réthelyi Miklós, korábbi miniszter is. A kórházban jelenleg zajló közel 5 milliárd forintos beruházásnak legfontosabb eleme a kardiológiai és szívsebészeti centrum egy új épületbe történő telepítése lenne. A beruházás befejezésével a szívsebészeti hotel részleg költözne el az új épületbe. A szívsebészeti intenzív részleg és a műtőhelyiségek a helyükön maradnának. A film jelentős képi anyaga Jelenszky István filmrendező a Hatalom cinizmusa című dokumentumfilmjéből, valamint a Zalaegerszegi Televízió munkatársainak korabeli dokumentum anyagaiból származik. Sok hála és köszönet illeti őket a film összeállításában nyújtott önzetlen segítségükért. Azt hiszem, hogy ez a program innen nem vihető el. Ez ide belegyökeresedett a kórházba és Zala megyébe. Az igazgatókat el lehet meg küldeni, meg lehet bukniuk, de a Zala megyei polgároktól ezt már nem lehet elvenni. Szerintem nem engednék meg ők maguk. De szeretnék az igen csillag lenni, ott is csak a hajnal csillaga. Után megkerülném az eget, ha tudja meg, hogy hazámban kiszeret. De szeretném a szívemet kívánni, virág helyett az asztalra letenni, hogyha látnád hervadását szívemnek,
akkor tudnád, édes hazám, szeretlek. De szeretnék az erdőbe fa lenni, ott is csak a tűgyfa nevet viselni, kigyógyítnám ezt a gyarló, ezt a gyarló világot. Ne teremjen egyebet, csak virágot. Mi tegnap elég volt, az mára elégtelen. Mi tegnap jó volt, az ma már haszontalan.